sincsült a közöttünk, hogy az úgynevezett Eurostat elszámolás szerint eredményszerűsítő hiánynál, lévén, hogy egy olyan társaságban történő tulajdonszerzésről van szó, amelynek a működése az elmúlt években nyereséges volt, nem növeli az eredményszemléletű úgynevezett ESA hiány elszámolásban a hiányt, azaz marad változatlan abban a mértékben, amilyen ezt a tranzakciót figyelmen kívül hagyva tervezte a kormány, illetve majd teljesül annyira, mennyire teljesül. Abban már némi véleménykülönbség van közöttünk, hogy hogyan kell értelmezni ezt a bizonyos jegybanki tartalékban szereplő IMF-es forrást és ennek mostani felhasználását. Csak azért van véleménykülönbség közöttünk, mert önök eddig azt mondták, hogy a jegybanki tartalékban lévő IMF-es vagy Európai Uniós forrás az államadósság növelő tétel. Nem mi mondtuk ezt, a kormány mondta ezt, illetve a fideszes képviselők állították ezt az elmúlt hetekben és hónapokban. Így számolták ki a 80%-ot elérő GDP arányos államadósságot az elmúlt év közepére, illetve végére, miközben ugye tudjuk, hogy mintegy GDP arányosan 4%-nyi forrás a jegybank tartalékában volt, és van jelen pillanatban is ezekből a nemzetközi szervezetektől fölvett kedvező kamatozású hitelekből. Na most, hogyha ezt akkor figyelembe vették, akkor az a csoda történik, hogy államadósságból vásárol valaki, vagy pedig ténylegesen akkor kell figyelembe venni, amikor a pénz elköltésre kerül. Ezt csak azért akarom mondani, mert mindenképpen fennmaradt közöttünk egy szakmai vita, egy olyan szakmai vita, amely szakmai vita valószínűleg politikai célzattal, szükségtelen módon a 80%-os szám elérése érdekében figyelembe vettek olyan tételeket, amely tételek szakmailag nem korrektek módon voltak figyelembe véve, illetve ez a mostani tranzakció azt igazolja, hogyha ebből a pénzből mégiscsak most vált elkölthetővé 1,9 milliárd eurónyi, akkor az mégsem lehetett olyan módon az államadósságnak része, mint amelyen módon azt az elmúlt évben kimutatták. Ezt az érvelést egyébként korábban mi már többször elmondtuk, az önök mostani tranzakciója, az ebből történő pénzkifizetés, az ebből történő finanszírozás mindössze azt igazolja, hogy abban a vitában valószínűleg nem a 80% fölötti számokat hangoztatóknak, a jegybanki tartalékban szereplő összeget figyelembevőknek volt igaza, hanem nekünk azt mondtuk, hogy ezt az összeget nem lehet figyelembe venni akkor, amikor államadósággal számolunk, hiszen ez nem elköltött pénz, hanem tartalékban szereplő összeg. Ami miatt forszírozzuk azon az előterjesztésben szereplő megállapítások vitatott részét, annak az indokát is úgy látom el kell mondani, mert erre vonatkozóan sem került sor ebben a vitában érdemi megindoklásra. Nevezetesen, amikor azt mondják az általános indoklásában a költségvetési törvény módosításnak, hogy a megvásárlás több szempontból is fontos Magyarország számára, mivel gyarapítja a nemzeti vagyont, hozzájárul az energiabiztonság növekedéséhez. Úgy gondolom, hogy a nemzeti vagyon ugyanannyi ebben az esetben. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy ezzel gyarapszik a nemzeti vagyon, akkor valószínűleg azt a különbséget figyelmen kívül hagyja, hogy az a pénz a jegybank tartalékában, vagy MOL részvényben, vagyon szempontjából nem különbség. Ha ennek van majd valamiféle gyarapodása, ha majd van ennek valamiféle hozama, akkor az már igen lehet. Akkor az már igen lehet, úgy gondolom. De jelen pillanatban, hogyha ez egy értékarányos üzlet, és miniszter úr azt hangoztatta, hogy az elmúlt 3 hónap átlagárfolyam alapján megkötött ügylet, tehát értékén fizette meg a részvényt az ország, vagy a kormány a megállapodás szerint, akkor ugye ez az értékarányosság csak úgy biztosítható, hogyha a mérleg két serpenyőben ugyanaz az érték szerepel. Ha nem ugyanaz az érték szerepel, akkor persze egészen másról beszélhetünk, de szerintem erről nincs szó. Én nem is feltételezem azt, hogy más szerepelne a mérleg egyik serpenyőjében. Tehát én elfogadom azt az érvelést, amit miniszter úr mondott, csak akkor nem kell beleírni az indoklásba ilyen jellegű szöveget. A másik mondat sem biztos, hogy helyes, vagy ha helyes, akkor valami olyan van, ami nem hangzott el eddig. Amikor azt mondják, hogy hozzájárul az energia biztonság növekedéséhez. Ugye ez a tranzakció a mi jelenlegi ismereteink szerint
semmilyen módon nem befolyásolja az energiabiztonságot abban az értelemben, hogy többletenergia forráshoz biztonságosabban jut-e hozzá az országa vagy sem. Ha van ilyen körülmény, akkor erről még nem volt szó ebben a vitában, akkor ezt el kell mondani, és erről megint lehet beszélni. Én a bizottsági vitában is megemlítettem azt a hivatalos módon meg nem erősített, de a sajtóból megerősített információt, miszerint egy az energiabiztonságot érdemben befolyásoló körülmény, akkor elképzelhető, hogy ezekben a hetekben érdemben módosult, nevezetesen egy alternatív szállítási útvonal elérje Magyarországot, érinti-e Magyarországot, avagy sem a tervezettek közül. A miniszter úr elmondta a bizottsági meghallgatásán, a mai napon is szóba került ez a bizonyos Nabucco vezeték aláírásával kapcsolatos szerződés, amit mi üdvözlünk, hiszen a mi alapálláspontunk is az volt, hogy Magyarország érdekében áll minél több útvonalon, minél több alternatív forrásból történő energia hordozó biztosítása. Az egy más kérdés, hogy mi még nem tudjuk, ez ma már elhangzott mások részéről itt a vitában, hogy majd abban a vezetékben lesz-e anyag, amely eljuthat bárhová is, akár Magyarországon, akár máshová. Ugyanakkor a hír az viszont az volt, hogy az a bizonyos másik vezeték, amelynek a megépítésére nemzetközi szerződés jelen pillanatban is hatályban van, az más nyomvonalon valósul meg, és ebből következően elkerülheti Magyarországot. Itt a déli áramlatra utalok, hiszen erről jelentek meg hírek ezekben a hetekben, amióta a magyar bejelentés megtörtént, és az országgyűlés elé terjesztése a javaslatnak. Na már most, ha ez igaz, akkor az viszont érdemben befolyásoló körülmény lehet az energiabiztonság esetében, amit egy kicsit más megvilágításba helyezi adott esetben ezt a tranzakciót, ha a kettőnek van bármilyen köze egymáshoz, vagy bármilyen összefüggése a kettőnek van egymással. Most azzal kapcsolatban pedig, hogy a MOL milyen cég, én nem kívánok abba a vitába belemenni, azt gondolom, hogy világos, egy tőzsdei cégről van szó, nyilvános információk a cégről mindenki számára elérhetőek. Annak csak örülök, hogy itt az ellenzéket korábban csak böcsmérlő hozzászólások között az olyan is előfordult, miszerint az elmúlt években a MOL eredményessége milyen jó is volt. Nyilvánvalóan ahhoz az akkori kormánytöbbség vagy az akkori kormányok valamiféle feltételeket tudtak biztosítani, ha úgy tetszik, akkor szabályozási körülményeket, hogy ez a jövedelmezőség ez biztosított legyen, azaz befektetési célpontnak is megfelelően tűnhessen a MOL-nak a eredményessége az elmúlt éveket illetően. Abban véleményazonosság volt közöttünk, hiszen annak idején az akkori ellenzék, akkori kormányoldal egyetértett abban, hogy a MOL-lal kapcsolatos ellenséges felvásárlás megakadályozására olyan jogszabályokat fogadott el a Magyar Országgyűlés, ami ezeket a lehetőségeket az ezt célzó féltől függetlenül, tehát akár Európai Unión belül, akár Európai Unión kívülről célzott valaki ilyeneket, olyan kapukat állított föl, amely lehetővé tette, hogy ez ne következhessen be. Úgy gondolom tehát, hogy ez egy helyes folyamat volt, ebben mind a mai napig alapvetően egyetértés van közöttünk, és meggyőződésem szerint, hogyha a szerződéssel kapcsolatban fölmerülő kérdések mindegyike megfelelőképpen megválaszolásra kerül, az általam most itt érintetteket és mások által korábban már elmondottakat, én láttam, hogy egy másik hozzászólásnál miniszter úr készült arra, hogy szintén reagál menet közben a vitában. Ha ezek az információk kellőképpen rendelkezésre állnak, akkor azt gondolom, hogy erről a tranzakcióról lehet úgy beszélni, mint egy gazdaságilag megalapozott, kellően előkészített és megfelelő körülményeket biztosító tranzakcióról, azonban két körülményehez mindenképpen még szükséges az ellenzék számára. Nevezetesen az, hogy egyértelmű és bizonyos legyen mindenki számára, hogy azok a feltételezések, amelyek a tranzakció kapcsán sok helyen megjelentek, nem csak a Le Monde-ban, hanem más Európában megjelent lapok is foglalkoztak ennek a tranzakciónak a körülményeivel, az ehhez kötődő feltételezésekkel, hogy ezek mennyiben igazak, vagy mennyiben nem igazak. Én magam úgy gondolom, hiszen mi is tettünk annak idején, amikor a mi kormányunk tárgyalt az orosz féllel, kezdeményező lépéseket annak érdekében, hogy ezt az ügyletet valamilyen módon lezárjuk. Tehát ebben szerintem nincs véleményeltérés a miniszter által képviselt álláspont és a korábbi kormány által képviselt álláspont között. Az a minimális különbség ugyanakkor nagyon fontos, hogy nem visszavásárlásról van szó a szónak abban az értelmében,
hogy a Surgut nem tőlünk vásárolta meg a részvényeket, hanem a szabad forgalomban valakik által megvásárolt részvények, hiszen az ÖMFO is más partnerektől vásárolta meg a csomagot, osztrák partnertől megvásárolt részvényeknek a magyar kormány, magyar állam részéről történő megvásárlásáról beszélünk most. Ezért tartom fontosnak a megfogalmazásnak a mikéntjét, hiszen nem egy olyan tranzakcióról van szó, amelyben a visszavásárlás ilyen értelemben érvényes lenne. A visszavásárlás azon értelemben történő érvényesülése, vagy jobban értelmezése pedig az eléggé furcsa, amely azt mondja, hogy valamikor privatizálásra került részvényeket vásárol vissza az állam, hiszen messze nem biztos az, hogy hogyan is, mint keletkeztek azok a részvények annál a félnél, akiről szó van. És befejezésül, miután itt már szó esett annak idején a Fidesz kormány időszakban felszabadított, a Fidesz kormány időszakában részben értékesített, mert a történetekhez is hozzátartozik, majd az azt követő kormány időszakában befejezett tranzakcióról, azért az a tranzakció egy nemzetközi nyilvános részvényjegyzéses tranzakció volt, londoni lebonyolítással, amelyen bárki jegyezhetett részvényt. Csak ezt akarom mondani, mert semmiképpen nem szeretném, hogyha a dolog félbe maradna, és ez a félmondat hangzol el ezzel kapcsolatban, amelyben a vitában ma elhangzott, és nem csak fél, de nem úgy fél, de még csak negyed igazságot sem tartalmazott. Azaz egy nemzetközi tranzakciónak a része volt. Miniszter úr, úgy gondolom tehát, hogy a tranzakció körülményeinek további részletének ismertetése lehetővé teszi azt, hogy az ellenzék is megfelelő információval tudjon majd a döntésben részt venni a tárgyalás befejezéseként. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, akkor megadom a szót Fellegi Tamás miniszter úrnak, aki jelzi, hogy válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Öni a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dologra reagálnék csak, azokat a nyilvánvaló nézetkülönbségeket mutató dolgokat, amiket én azt gondolom, hogy megválaszoltam, önök azt gondolják, hogy nem válaszoltam meg, azzal most nem rabolnám az időt, nem térek ki újból azokra a kérdésekre, például időzítés, miért pont most, miért vettük meg, ezzel nem foglalkoznék. Megjegyzem azonban azt, hogy ennyire vehető komolyan az LMP véleménye, hogy Sejrig Gábor képviselő úr föltett három kérdéscsokrot, majd csomagolt és hazament. Ez egy nagyon bravúros megoldás, gratulálok a képviselő úrnak, hogy nagyszerűen lehet válaszolni az ő kérdésére, majd ha legközelebb találkozom vele, akkor válaszolok a kérdésére. Térjek át képviselő asszony felvetéseire. Az az érzésem, hogy árnyékboxolást csinálok. Vagy csinálunk. Mindenki külön valahol, valamelyik sarokban árnyékboxol, teljesen egymás mellett elbeszélünk. Szeretném még egyszer teljes felelősségem tudatában, nyilvánosan, sajtónyilvánosan, képviselőházi nyilvánosan elmondani, nincs jutalék, a minisztérium vett részt a tárgyalásokban. A titoktartás az egy teljesen standard, nemzetközileg standard adásvételi szerződésben foglalt megfogalmazás volt, ennek alapjában, hogy ez ilyen formában került be, több oka volt. Az egyik, hogy ez megfelel a nemzetközi gyakorlatnak, tehát bárki, aki már ilyet aláírt, felteszem, hogy Veres képviselő úr egykori miniszteri pozíciójában, mint állami vagyonért felelős ember írt alá szerződéseket, vagy látott ilyet legalább, ha már elkerülte az aláírást, látott ilyet közelről. Szeretném jelezni, hogy a MOL tőzsdén jegyzett vállalat. Tehát addig a pontig, amíg a kormánydöntés nem volt meg, ez nagyon fontos. Tehát ez volt az legfontosabb szempont a saját érdekünkben. Mindenféle olyan részvényekkel való manipulációs lehetőséget ki kellett zárni, ami nyilvánvaló, hogy lehetővé, tehát teljesen titokban tudtuk tartani a folyamatot egészen addig a pontig, míg a kormánydöntés nem volt meg. Ez nagyon fontos volt. Benfentes kereskedelem elkerülése, a MOL részvények
összezuhantatása, bármi. Tehát bármilyen pozitív, negatív manipuláció elkerülése fontos volt, és egyébként pedig normális körülmények között, nemzetközi üzleti gyakorlatban ez a szokás, hogy ezt titoktartással védik. Még magát a tárgyalásokat is titoktartás védte. Ez teljesen normális dolog. Azt gondolom, hogy lehet, hogy ez arrogánsan fog hangzani, de szerintem a szerződés elég információt ad arról, magáról a folyamatról is. Nincs szükség több információra. Tehát, ha egyszer nincs jutalék, nincs közvetítő, nem tudom, milyen kérdés volt, a nyelvi verzióba be lehet tekinteni, hát ugyanolyan nyilvános, mint a magyar. Természetesen képviselő asszony betekintést nyerhet, akár az orosz verzióba, hogy azt a nyelvet bírja, akár az angol verzióba, azt bírja, semmi akadálya nincs a dolognak. Tehát szeretném még egyszer tényleg újból megerősíteni, hogy az adásvételi szerződésben foglalt kitételek jutalékra, költségekre, banki költségekre, tranzakciós költségekre a teljesen standard, szokásos eljárást követik. Nem volt közvetítő, én magam tárgyaltam, a minisztériumi apparátus tárgyalt, és egy ügyvédi iroda bevonásával végeztük a végső szövegezést természetesen, hiszen nincs olyan egy 2 milliárd eurónyi tranzakciót, lehet ezen mosolyogni és bólogatni, hogy na most megfogtuk a kormányt, bizony egy 2 milliárd eurónyi tranzakció esetében egy nemzetközileg jártas ügyvédi irodára szükség van. Óriási felelőtlenség lett volna, hogyha úgy megyünk bele egy adásvételi szerződésbe, hogy ennek nincs meg a megfelelő jogi háttere, fedezete, olyan, ami teljesen nyilvánvaló, hogy a magyar közigazgatásban nem feltétlenül kell, hogy meglegyen. A nem hirtelen felindulásból vettük meg, ugye ez elhangzott Sejrik képviselő úr szájába, hogy most hirtelen miért határozott így az állam. Nem, ezt elmondtam, elmondtuk sokszor, hogy kezdettől fogva, kormányváltás után, amikor terítékre kerültek az orosz-magyar kapcsolatok, ez az egyik első pont volt, amit felvetettünk, elindultunk ezen az úton, nem tértünk le erről az útról, és sikerült megvásárolni a részvényeket. Nem vállaltunk semmi mást. Belátom, hogy a Le Monde ezt írta, nem lát, olvastam én magam is, az a helyzet, hogy a Le Monde nem azt írta, hogy van ilyen. Azt írta, és ezt ön is beidézte, hogy budapesti üzleti körökre hivatkozva. Hát, tehát ott tartunk, hogy valójában ugyanazokról a hírforrásokról van szó, csak hol a New York Times-ban jelenik meg, hol a Le Monde-ban, hol pedig az index.hu-n jelenik meg, ugyanannak a hírforrásnak az információ arról, hogy valami sundán-bundán van a dolog mögött, mert másként az oroszok nem adhatták el. Már miért nem adhatták volna el? Az a helyzet, hogy azt elfelejtették felidézni, hogy az oroszok miért nem tudtak bejönni a MOL-ba. Miért nem került regisztrálásra a szurgutneftegáz? Azért, mert tisztázatlan tulajdonosi háttere miatt nem felelt meg a magyar jogi előírásoknak. Ugye ez egy olyan dolog, amit egyébként elméletileg ők bármikor megváltoztathattak volna, és eladhatták volna bárkinek, akár Oroszországon belül, olyan partnernek, akinek látható, felismerhető tulajdonosi háttere van. Azt is fontosnak tartom, hogy azzal se tudok mit kezdeni, ez is az árnyék boxolás kategóriája, amit szintén talán Sejrik képviselő úr mondott. Elkezdte felsorolni, hogy mi minden vonatkozásban állunk kapcsolatban az oroszokkal. Hát persze, hát ennek hosszú, több évtizedes háttere van, története van, nagy ország, folyamatos kapcsolatban vagyunk. Azért, mert ennyi szálon kötődünk az orosz gazdasághoz, ez nem jelenti azt, hogy csomag van, nem jelenti azt, hogy ennek valami csúnya, akármilyen titkos záradékos háttere van. Azt mondta, hogy választ szeretne kapni, hogy miért homályos a magyar-orosz gazdasági kapcsolatrendszer. Ez miért homályosabb, mint a magyar-francia, vagy a magyar-amerikai, vagy a magyar-olasz? Hát tudnak többet, több intim részletet a magyar-francia gazdasági kapcsolatról, mint a magyar-orosz gazdasági kapcsolatról? Vagy ez ebben a MOL tranzakció összefüggésben, ez miért kérdés egyáltalán? Hogy ezer szálon kapcsolódunk az orosz gazdasághoz. Hát ez így van. Azok a nagy projektek, azok a nagy
gazdasági összekapcsolódások, amikről a képviselő úr beszélt, ezek valós történetek, van, ami 40 évre megy vissza, van, ami még régebbre, van, amelyik 10 évre. Tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális része az életünknek. Reméljük, hogy még sok olyan lesz, amivel kapcsolódunk az orosz gazdasághoz is, a kínaihoz is, az indiaihoz is, meg a franciához is. Nyilvánvalóan megfelelő hangsúlyokkal a gazdaságpolitikában. Szerintem a szerződés az teljesen egyértelmű, teljesen nyilvános, teljesen világos, és nem arról szól, hogy egy olyan együttműködési megállapodás kötött a magyar állam és a Surgutnyefte gáz, aminek önmagában ennek a dolognak jövője van. Ennek vége. Tehát valamit eladtak, valamit veszünk, ha kifizetjük, odaadják. Ők szavatosságot vállaltak arra, hogy ez ilyen-amolyan, tehermentes ilyen-olyan-amolyan, mi meg arra vállaltunk kötelezettséget, hogy kifizetjük. Tehát nem egy bonyolult dolog, nem egy, nincs szindikátusi szerződés mögötte, nem arról szól, ja, és majd egyébként a MOL-ban együtt fogunk működni. Hát ez egy teljesen egyértelmű, tiszta, pofon egyszerű üzleti megoldás, aminek a szerződéses megfelelőjét tartják a kezükben, jelen pillanatban magyar nyelven belátom, és azt is belátom, hogy ebben benne van, hogy bizony a magyar mellett az orosz és az angol is hivatalosnak tekinthető, de hát ez már csak ilyen, meg lehet nézni. Tehát összefoglalóan én azt gondolom, hogy valójában az igazi kérdés, amit Veres képviselő úr mondott a költségvetési kérdés kapcsán, hogy ami vitás kérdés volt, az vitás kérdésként fennmarad. Ez szemmel láthatóan így van. Az a kérdés, hogy önmagában ezt a tényt önök a saját fejükben a tranzakcióval szembefordítják, vagy sem. Ha igen, akkor azt fogják mondani, hogy hú, hát ezt nem lehet támogatni, ezt a tranzakciót, mert tisztázatlan, bizonytalan, nem egyértelmű, nem látható. Én meg azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű, teljesen világos, nagyon szimpla adásvételi szerződés, aminek a tétje nem szimpla, a hatásai nem szimplák, de maga a tranzakció az nem egy rendkívüli bonyolult dolog. És még egyszer visszatérve arra, amit Veres úr mondott, én ezt egy nagyon fontos kérdésnek tekintem, bocsánat, kettőre is hadd reagáljak. Az egyik, hogy 22.400 forintos árfolyamon vettük, így jött ki az a 3 hónap. Abban a pillanatban, amikor az adásvételben megállapodtunk, az árban megállapodtunk, akkor a napi árfolyam az 22.900 forint volt. Ugye, ahogy ez elhangzott valamely képviselő úr szájából, ugye 23.000 és 26.000 forint között ingadozik normál tőzsdei menetben a MOL árfolyama. Tehát azt gondolom, hogy az előrejelzések a fontosak, hogy mennyire volt megalapozott az az elképzelés, hogy okkal lehet arra számítani, hogy a MOL árfolyama beteljesíti azokat az előrejelzéseket, amelyeket az összes lényeges európai és angol szász befektetési bank és piacelemző állandóan publikál, hétről hétre, hónapról hónapra, ami mindenki által egyébként publikusan, akár az interneten keresztül, vagy akár egyébként elérhető. És még egy dologra szeretnék reagálni, amit említett, mert azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos kérdése a közeljövőnek, és a közeljövő alatt most a következő 4-6 évet értem, mert energiapiaci közeljövőről, infrastruktúrafejlesztésről beszélve, az, hogy a déli áramlatnak hány változata lesz valójában, az önmagában nem befolyásolja a MOL vásárlást, illetve a MOL vásárlás ezt nem fogja befolyásolni. Ma már az oroszoknak külön egyedi megállapodások, ugyanúgy velünk is megvan a déli áramlatra külön megállapodásuk, ugye közös vállalatunk van Gazprommal ebben a déli áramlat kérdésében. Az oroszok most tárgyaltak nemrég Szlovéniában, Horvátországban, külön megállapodásuk van az olaszokkal és a görögökkel egy déli áramlati infrastruktúrára, tehát azt gondolom, hogy a közeljövőnek a várható infrastruktúrális fejlesztése Európában, az pontosan ezeket a keresztbe, ilyen pókhálószerűen mozgó vezetékeket fogja mutatni, ami önmagában nem bizonyít semmit, és nem támaszt alá semmit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr.
Tisztelt Országgyűlés, az együttes általános vitát lezárom. Tájékoztatom Önöket, hogy a határozati javaslathoz módosító javaslat érkezett, így elfogadott napirendünk szerint a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára holnap kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, mivel a TPER 3489. sorszámú előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, így a részletes vitára nem kerül sor, a javaslat elfogadásáról későbbi ülésünkön határozunk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Államvasutak ZRT jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető 2002-2010 közötti kiemelten a MÁV ZRT szerkezet átalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés, valamint a jelentés elfogadásáról szóló Gazdasági és Informatikai Bizottság által előterjesztett országgyűlési határozati javaslat együttes általános vitája. A vizsgálóbizottság jelentését JPER 3344. sorszámon, a bizottsági önálló indítványt HPER 3521. sorszámon megismerhették. Most az előterjesztői expozékra kerül sor. Megadom a szót Manninger Jenő vizsgálóbizottsági elnök úrnak, a jelentés előterjesztő.